Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Gyermán Mónika. Üdvözöljük Önöket a Cserkész Rádió áprilisi adásában. A március sem múlt el események nélkül. A cserkész élet mellett beszámolunk magyar iskola szavaló versenyéről, és most is hozunk egy cserkész életút interjút, ezúttal Gulden Julival. Előtte viszont szeretnénk megköszönni, hogy sokan megnézték a korábbi adásainkat, s külön köszönet a lájkokért, megosztásokért, és természetesen a visszajelzésekért, amiket kapunk a hallgatóinktól. A Clevelandi Magyar Iskola idén is megtartotta a szavaló versenyét. Március 6-án volt az első fordulója, és március 13-án volt a döntő, szülők, nagyszülők, közönség jelenlétében. A Clevelandi Magyar Iskola diákjaink és tanáraink nagy része Clevelandi magyar cserkész. Ezért is a Cserkész Rádió adásában számolunk be róla. Riportunkban interjút készítettünk Szent Király Gyuci igazgatóval. Betekintést nyertünk a szavaló versenybe és annak kiértékelésébe, és egyben közreadjuk a győztes szavalatokat. Kedves Bocskai Rádió hallgatók, véget ért az idei szavalóverseny, és itt van mellettem a magyar iskola igazgatója, Szent Király Juci. Juci, milyen érzés az, hogy vége van a szavalóversenynek? Nagyon jó érzés, és azt hiszem a gyerekeknek is jól esik, mert kicsit izgultak, de minden évben megtartjuk a szavalóversenyt, mert úgy érezzük, hogy fontos a gyerekeknek az, hogy betanuljanak verseket, egy kicsit nehezebb szókincsel, azt is fejleszék úgy, és azért is jó a szavaló verseny, hogy kiálljanak emberek előtt, és szavaljanak, és elmondják. Na most a szavaló verseny az minden gyereknek egyformán nehéz, mert tudjuk, hogy nem minden gyereknek egyforma jó a magyar szókincse, nem minden gyereknek egyforma jó a magyarja. Mennyire esély egyenlő ez a verseny? Hát próbáljuk egyenlővé tenni. Aki még nem ismeri, a szavaló versenyünk az első osztályosoktól kezdődik, ők vesznek részt, a legfiatalabbak, és akkor egész föl, hogyha van segédtiszti osztály, mint idén volt, akkor ők a legidősebbek, és ők is részt vesznek mindenki közötte. Az évek folyamán már hagyományként van egy nagy lista ilyen vers, amit a többi igazgató is hozzátett, meg vett el, meg alakítottunk, de nagyjából próbáljuk minden korosztálynak megfelelően a verseket odaadni nekik, és amennyit megtanulnak ősztől, most március elejéig, annyit szavalnak el. Tehát az elődöntő abból áll, hogy minden gyerek kiáll 3 vagy 4 zsűritag előtt az osztályukba, elmondják mindazt a verset, amit egyöntetően az osztály tanult, és azt pontozzák a zsűritagok. A pontozás úgy megy, hogy 10 pontot kapnak maximum azért, hogy mennyire szépen, vagy mennyire jól tudták a verset hibátlanul elmondani. Aztán még 10 pontot maximum kaphatnak azért, hogy milyen szépen szavalták el, hogy a hangsúlyozás milyen volt, és hogy az előadás milyen volt. Tehát van olyan gyerek, akinek kicsit a kiejtése nem annyira szép magyarul, azért nem pontozzuk le, mert az esetleg nem tehet róla, meg már vegyesek a házasságok, nehezebb minden, de ha szépen, hibátlanul elmondta, és szépen hangsúlyozta, és előadta, kaphat bármelyik gyerek 20 pontot. Szóval csak az igyekezeten múlik. Mesélted, hogy mennyire megvan ez szervezve, gondolom nagyon sok segítőd volt idén. A zsűriről mondanál néhány mondatot? Persze, a zsűritagokat az elődöntőre, az első hétre megkérem, úgy általában olyan 12-15 szemét kell felkérjek, mert minden osztályban vagy 3 vagy 4 személy megy be, és mondom, meghallgatják. Kicsit a kihívás az, hogy olyan személyeket kell keresek, akiknek semmiféle hozzátartozója, rokona nincs itt a magyar iskolában. De azért sikerül mindig, és sokan már évek óta segítenek lelkesen, és mindig próbálok egy-két új szemét is belevonni, a néha fiatalabb korosztályt is, például rajvezetőket, hogy a gyerekek, leginkább a fiatalak lássanak egy olyan arcot, akit már ismernek, és az egy kicsit megnyugtatja őket, ha olyan zsűritagot látnak. No, de azért akkor mondjuk neveket, akkor legalább soroljuk fel a döntőnek a zsűriét, akik a második fordulóban ott voltak. Igen, a második forduló abból áll, hogy minden gyerek a cserkészházba egy verset elmond azok közül, amiket tanultak,
szabadon választott, és azt is pontozzák, de ott csak 6 zsűritag van, és idén felolvasom, hogy kik segítettek idén. Kosta Ági, Vizsói Zsuzsa, Györki Anna Mária, Peller Ildikó, Szabolcs Jutka és Rátoni Nagy Vali. Úgyhogy nekik külön köszönet, hogy másodszor is eljöttek és segítettek a szabadó versenyen. Igen, ezek nagy nevek, többen tanítottak, többek cserkészvezetők voltak itten. Említetted azt, hogy itt nagyon ki van egyensúlyozva, tényleg, aki igyekszik, akkor az tud itt nyerni, igyekezett el sokat el lehet érni. Gondolom, ezt majd meg fogjuk látni a győzteseknek a névsorában is. A Bocskai Rádióban be fogjuk vetíteni a győzteseknek a verseit. Akkor gyorsan el tudjuk még mondani, hogy kik nyertek? Természetesen minden osztályban választunk egy első, második, harmadik helyezetet. Az első osztályban az első helyezetet Csajka Ágoston nyerte, a második osztályban döntetlen volt, az első helyezetet ketten nyerték Bilek Nina és Lipián Lili. A negyedik osztályban Csajka Rózsi nyerte az első helyezetet, az ötödik, hatodik osztályban, ami össze van vonva, ott László Olivér nyerte az első helyezetet, az őrsvezetői osztályban Pekár Bella nyerte, és a segédtiszti előkészítő osztályban meg László Markó nyerte az első helyezetet. Na, hát köszönjük szépen, és gratulálunk a győzteseknek, és akkor jövőre újra találkozunk. Köszönöm nagyon szépen, igen. Jó munkát! Az én nevem Guszti Csajka, és mondom a török és a mehemet. Volt egy török mehemet, sose látott tehenet. Nem is tudtam mehemet, milyenek a tehenek. Egyszer aztán mehemet, látett csomó tehenet. Én vagyok a mehemet, mi vagyunk a tehenek. Csodálkozik mehemet, ilyenek a tehenek. Számlálgatsam mehemet, hányfélék a tehenek. Meg is számolt mehemet, 3 féle tehenet. Fehéret, feketét, tarkát, meg ne fogd a farkát. Nem tudta ez mehemet, és felrúgták a tehenek. Lipián Lili vagyok, hat cinke vonnék. Buba énekel. Hat cinke vonnék, útra kelnék, hömpöges sugárba énekelnék. Minden este mózsra búzára visszaszállnék anyám ablakára. Hat szele vonnék, mindig fújnék, minden bőkkarba belebújnék, nyári ilyen felhúzítésben, elsütőnek jó anyám élőben. Hat csillag vonnék, kerek égen, soknak a főző sági fényem, jaj! De onnan biztos sose jönnek, anyám nélkül mindig sírtok állnék. Bilek Nina vagyok. Magyar vagyok magyar, Pósa Lajos verse. Magyar vagyok magyar, magyarnak születtem, magyar nótát dalolt a dajka felettem. Magyarul tanított imádkozni anyám, és szeretni téged, gyönyörű szép hazám. Berajzolt a képed a szívem közepébe, beírta a nevedet a lelkem mélybe. Áldja meg az Isten keze vonását, áldja meg a magyarok hazáját. Magyarnak születtem, magyar is maradok, a hazamért élek, ha kell, meg is halok. Ringó bölcsöm fáját, magyar föld termete, koposom fáját is magyar föld növelje. A nevem Csajka Rózsi. Fogom szavalni a mamát. Mama, József Attila verse. Már egy hete csak a mamára gondolom. Mindig, megmegállva. Nyikorgó kosára az ölében, ment a padlásra. Ment serényen. Én még őszinte ember voltam, ordítottam. Toporzékoltam, hagyja a dagaruhát másra, engem vigyen fel a padlásra! Csak ment és teregetett némán, nem szidott, nem is nézett én rám. S a ruhák
fényesen suhogva keringtek, szálltak a magasban. Nem nyafognék, de most már késő. Most látom, milyen óriás ő. Szürke haja lebben az égen. Kékítőt old az ég vizében. Nevem László Olivér. Szülőföldemen, Petőfi Sándor verse. Itt születtem én, ezen a tájon, az alföldi, szép, nagy rónaságon. Ez a város születésem helye, mint a dajkám dalával von tele. Most is hallom e dalt, elhangzott pár, cserebogár, sárga cserebogár. Úgy mentem el innen, mint kisgyermek, és míg meglett ember, úgy jöttem meg. Hely azóta 20 esztendő telt el, megrokodva búval és örömmel. 20 esztendő, az idő hogy lejár? Cserebogár, sárga cserebogár. Hol vagytok ti régi játszótársak? Közületek csak egyet is lássak. Fogadjatok helyet itt mellettem. Hadd felejtsem el, hogy férfi lettem. Hogy vállamon 25 év van már. Cserebogár, sárga cserebogár. Mint nyugtalan madár az ágakon, helyről helyre röpköd gondolatom. Szedegeti a sok szép emléket, mint a méh a virágról a mézet. Minden régi kedves helyet bejár. Cserebogár, sárga cserebogár. Gyermek vagyok, gyermek lettem újra. Lovagolok fűszfasípot fújva. Lovagolok szilájnát poripán. Vájúhoz még lovam inni kíván. Megítottam, gyí lovam, gyí betyár. Cserebogár, sárga cserebogár. Megkondul az esti harangzó. Kifáradt már a lovas és a ló. Hazamegyek, ölébe vesz dajkám. Altaton nóta hangzik ajkán. Hallgatom, s fél álomban vagyok már. Cserebogár, sárga cserebogár. Én Pekár Mirabella vagyok, és most elmondom a Papvári Eremérné versét, a hitvallást. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában. Ez az én vállásom, ez az én életem, ezért a keresztet vállaimra veszem, ezért magamat is rá feszítettem. Szeretném harsogni kékedők fülébe, szeretném égetni reszkütök lelkébe, lángbetűket írni véres magyar égre. Ez a hit a fegyver, hatalom is élet. Ezzel porbozúzod minden ellenséged, ezzel megválhatod minden szövelésed. Eljelszód, ha írod, lobogod semmire. Ezt a belevésed karod pengéjébe, haladtak országát föltámasztod véle. Harcos, ki azt hiszed, csatádat megnyerted. Munkás, ki ennek élsz? Boldog jövőt vetted. Asszony, ki tanítod, állott lesz a neved. Férfi, ki ennek élsz? Dicsőséget vettél. Polgár, ki ezzel kélsz? Új hazát szereztél. Magyar, és szent hittel, mindent visszanyertél. László Markó. Szózat, Vörös Marti Mihály verse, részlet. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar! Pölcsőd az, s majdon sírod is, mely ápol, s eltakar. A nagy világon kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt.
ez, melyet minden szent nevet egy ezred év csatolt. Itt küzdenek Honért a hős, Árpádnak hadai. Itt törtek össze Rabigát, Hunyadnak karjai. Szabadság, itten hordozzák véres szászlaidat, s elhutanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán. S népek hazája nagy világ, hozzád bátran kiált, egy ezredévi szenvedés kél éltet vagy halált. Imár hagyomány a fiú csapat Klapka György rajában, hogy bankettet készítenek a lány csapat Munkács rajának. Ez a program nem csak arról szól, hogy megszerettessék a 10 és 15 év közötti cserkész fiúkat a konyha tudományaival, hanem egyben egy társasági jellemnevelés is, hisz a fiúk vendégül látják a lányokat. Így volt idén is, március 31-én. Csajka Tamás riportja következik a cserkész fiúk és lányok bankettjéről. Kedves Cserkész Rádió nézők és hallgatók, a Meránkkal most bemegyünk a konyhába, a Szent Imre konyhába, ahol a Klapka György raj, tehát a fiú cserkész csapat nagy cserkészei, 10-15 éves fiúk főznek a lányoknak, a lány cserkész csapat nagy cserkészeinek. Ez egy érdekes program, ez már most már hagyomány, minden évben megrendezik ezt a bankettet, és nagyon sok minden van benne, azon kívül, hogy változatos, kreatív kaját főznek, azon kívül a fiúk megtanulnak ügyesen sürögni forrni a konyhában, és van egy jó társadalmi nevelő hatása is, hogy fiúk, lányok udvariasan már 10-12 éves kortól tanulják ezeket a szokásokat. A falat nyári pirosan, engem gyaláz a szeretőm édesanyja, engem gyaláz, engem vesz a szóra, szeretem a fiát, nem tehetek. Wiberg Alex, a Klapka Györgynek a főzés programjának a vezetője. Alex, hogyan sikerült a mai este? Jól ment. Volt egy pár hiba, de megoldottuk, szóval nem volt nagy gond. Szépen kijött mind az ennivaló, nagyon finom lett. Elég boldog vagyok vele. Igen. Benéztünk a kamerákkal, nagyon jó a hangulat. Na akkor mondjuk el a Cserkész Rádió hallgatóinak, hogy mi ez a program, hogy fiúk főznek a lányoknak, és hogy milyen hagyomány ez a fiú cserkész csapatnál? Hát ez nem normális dolog, hogy a fiúk főznek a lányoknak, de persze, hogy táborban a fiúknak kell főzni magunknak. Szóval ez egy program, ami a fiúk tudnak adni valamit a lányoknak, amit nem szoktak, és hogy tudnak gyakorolni, hogy kell viselkedni nagy közönségbe, és figyelni a vezetőkre az a nagy közönségbe. És akkor a főzés alatt van a kés használat, hogy tisztítsuk a helyet, mikor kész vagyunk vele, mosogatás, összmunka, minden. Igen. Szóval egy csomó nevelési program. Igen. Szeretik a fiúk? Igen, nagyon szeretjék. Amikor pár évvel ezelőtt, mikor először csináltam, nem voltam biztos, ha fogják szeretni a programot, de nagyon élvezzék minden éven, és nagyon, nagyon szeretjék tanulni, hogy kell valamit, amit tudnak enni, hogy tudnak főzni valamit finomat, mert én egy otthoni szakás vagyok, de nagyon finomakat tudok főzni. Nagyon jó. Nagyon jó. Hát általában úgy szokott lenni, hogy valamit az ember kipróbálja programot, és ha sikerül, akkor jövőre megint, és így válik ez hagyománnyá. Na akkor mondjuk el nagyon gyorsan, mi volt a mai esti menü? A mai esti menü a spagetti szosszal, egy ilyen tűzsült paradicsommal csináltam, fokhagymával, és ott a sarokban is elhoztam a saját bazil növényemet otthonról. Szóval minden friss volt, és akkor volt a rozmarin, fokhagymás kenyér,
a magyaros uborka saláta, és egy kis alfalfa sprouts. Mm-hmm. Nagyon, nagyon kreatív, nagyon komplex, úgyhogy ott idén nem is jutott már idő az utóételre. Igen, nem jutott idő, de semmi gond, szerintem elég ennivaló van, egy kicsit túl sokat csináltunk, de nem baj. No, hát akkor jó étvágyat, és még menjünk be a kamerával, szétnézzünk, hogy milyen bent a hangulat. Köszönjük szépen! Jó, köszönöm szépen! Na hát akkor akasszuk a hóhért, elkaptuk a Bocskai Rádiónak egyik munkatársát, őt is leinterjúzzuk. Tibi, benéztél te máma, te is, hogyan ízlett a bankett, és hogyan ízlett a vacsora? Szervusz Tamás, nagyon finom volt a vacsora, ügyesek voltak a fiúk, és úgy látom, hogy a lányok is nagyon örültek a finom vacsorának. Na most az, hogy a Klapka György Raj főz a munkácsarajnak, ez emlékszel, hogyan indult, mióta indult, hogy volt ennek a tradíciója? Igen, hát olyan őrsvezető körül voltam annak idején, és egyszer csak kipróbáltuk, hogy mi lenne, hogyha a fiúk főznének-e fiam vacsorát a lányoknak. Ugye elleestük a cserkész ebédről, hogy milyen finomokat lehet itt főzni a Szent Imre pincéjében, és azóta kipróbáltuk, és úgy vettük észre, hogy mindenkinek tetszik, és egy aranyos és egy hasznos program szerintem az, hogy a fiúk is meg tudnak főzni. Hát örülök, hogy jól sikerült a mai bankett. Gyere a jövőre is, mi is itt leszünk a Bocskai Rádió kamerájával. Jó munkát! Jó munkát! A következő interjúnkban bemutatjuk Gulden Juliannát, akinek életútja azért érdekes, mert Clevelandben nőtt fel, majd Magyarországon élt, és ebből szempontból veti össze a két haza és két kultúra hasonlóságait és különbségeit. Csajka Tamás riportja következik. Kedves Cserkész Rádió hallgatók, nem tudom mikor kerülünk adásba, de máma március 27-e van, Rákóczi születésnapja, és itt a Gulden Juli mellett, akinek ott van a pólóján a Rákóczi. Sokan úgy ismerjük, úgy emlékszünk rád, Gulden Juli, hogy te voltál a Jubi táborban a főmédiás, tekergetted a kamerával a Simont. Igen. No, de igen. Azért gondolom sokkal több van e mögött a te cserkész múltad, meg a te életed mögött, mint csak ez a Jubi tábor, és ezt fogjuk máma felderíteni. Jó munkát! Jó munkát, köszönöm, hogy eljöttél hozzám, és köszönöm a lehetőséget. Talán kezdenénk az elején, ha Dióhéjban kéne egy liftben, amíg a lift a második emeletről a tizedikig jut, 3-4 mondatban összefoglalva, kicsoda a Gulden Juli? Én Clevelandben születtem, a szüleim az 50-es évekbe kerültek Amerikába, a 60-as évek vége felé lettem cserkész, kis cserkész, azt hiszem 67-ben, akkor voltam 4 éves, 77-ben voltam őrsvezetőképző táborban, 81-ben segédtisztin, 92-ben lettem tiszt. No, hát most már fent vagyunk a tizedik emeleten, igen, így van. Akkor lehet, hogy kicsit menjünk bele a részletekbe, kezdjük talán a családoddal. Hogyan került a családod Clevelandba? Úgy, hogy édesapám még a háború végén Passauba kerültek, Passau mellett volt egy láger, és ott éltek 6 évig a lágerba. Úgy volt, hogy Ausztráliában mennek, de nagypapám tüdején találtak valami foltot, és nem engedték be, ezért próbálkoztak Amerikába, és ők 51-be kerültek Amerikába. És akkor is indult a Clevelandi cserkészet? Akkor indult a cserkészet, apám cserkész volt, igen, évekig, meg amerikai katona, meg utána már családot alapított édesanyámmal, Gulden Katival, vagy hát Kassol Katival. Édesanyámék meg 54-be kerültek Clevelandbe, ők a háború után kb. 10 évet Linzben éltek, Ausztriában. És akkor az édesanyám nagybátyja kijött Amerikába, és 54-be úgy döntöttek, vagy hát nagyapám úgy döntött, hogy kijönnek Amerikába egy évre, mert hogy lejárt ez a békeszerződés, és amikor a franciák, talán az amerikaiak és az oroszok kivonulnak, és nagypapám attól félt, hogy mindenki kivonul, csak az orosz nem. És azt mondta, hogy kimegyünk Clevelandbe, és ha tényleg mindenki kivonul, akkor visszamegyünk. De egy év után úgy döntött, hogy itt maradnak. És akkor a szüleim aztán az 50-es évek vége felé találkoztak. Szóval ti Magyarországról, mind a két ágról Budapestről származtok? Nem, vagy? Az édesanyám ungvári. Ungvári. Igen, igen. És édesapád családja? Pesti. Pestiek, uh-huh. Pestiek. Neked Ungvár meg Pesthez volt valami kötődés egy gyerekkorodban? Semmi. Semmi. Nem. Te az a generáció vagy, azok a igazi cserkészek, a DIP is, meg a 56-osok gyerekei,
akik úgy éltek itt le egy egész gyerekkort, hogy Magyarországról csak álmodtatok. Így van, tehát én ellentétben sok ismerősömmel, én először 82-ben jártam Pesten, akkor már egyetemista voltam. Tehát mi nem jártunk Magyarországra gyerekkorunkba. És nekem az egy nagyon nagy élmény volt. Talán nagyobb volt így, hogy már kvázi felnőtt fejjel kerültem oda két hétre. Most amikor azt mondod, nagy élmény, ez egy pozitív élmény, vagy pozitív negatív? Mert sok embernek ez egy sok, hogy nem így képzeltem el. Az első sok az volt, hogy ugye, hogy mikor leszálltam a repülőgépről, és várt a nagymamám öccse, nagyon csodálkoztam, hogy minden színes volt. Mert nálunk otthon olyan képeskönyvek voltak Budapestről és Magyarországról, amikben még fekete-fehér fotók voltak. Tehát nekem a parlament fekete-fehér volt. A halászpástja fekete-fehér volt. A Hortobágy fekete-fehér volt. És ment a taxi végig az Üllői úton, és minden színes volt. És teljesen le voltam döbbenve, hogy itt színek vannak, tudod? Igen, sokaknak volt ez a sok, hogy egy képzeletbeli világot, amikor realizálnak. Igen. No, de volt itt egy nem képzeletbeli Magyarország, és ez pedig itt volt a Bakály, az East Side. Igen. Nem tudom, ti hol nőttetek fel a Bakályon? Nem. Hát az édesanyám igen, de a szüleim a keleti oldalon alapítottak családot. Én Lyndhurstbe nőttem fel az öcsémmel, és a nagyszüleim, az anyai nagyszüleim a Bakályon laktak. Tehát mi majdnem minden hétvégét ott töltöttük. Tehát az én gyerekkori élményeimhez tartoznak azok a hétvégék, ahol ugye jártunk a Luci nénihez, ő cukrász volt, meg péksége volt, meg a fodrásztól kezdve a Borbén keresztül a temetkezési vállalat. Templom, magyar iskola. Templom, minden az magyar volt, és a nagyszüleim nem is nagyon beszéltek angolul. Tehát ők mindent el tudtak intézni a környéken magyarul. Uh-huh. És akkor még sok volt a magyar. De gondolom, ezek a gyerekkorban már kezdődött, amikor a Bakály kezdett kiürülni. Így van, tehát még oda jártunk cserkészetre, a 70-es évek vége felé, 80-as évek elején. Már nem emlékszem igazán, hogy mikor jöttünk el onnan. 70-es évek vége felé még mindig ott a Bakály alján voltunk, a Szent Jánosba. Hát az ma már egy nagyon kemény, már akkor kemény környék volt, de most tényleg. Hát ez az Opportunity Corridor lehet, hogy majd kicsit fel fogja húzni ott. Lassan javul. Uh-huh. A Szilágyi Erzsébet cserkész csapatról milyen emlékeid voltak? Tehát hányan voltatok, vagy sokan voltatok? Nagy csapat volt. Tehát nekem a kis cserkész éveimre annyira nem emlékszem, de arra emlékszem, hogy a 70-es Jubi táborban már ott voltam. És igazán nem lett volna szabad mennem, mert fiatal voltam, és akkor ők engem beraktak egy idősebb őrshöz, és azért mentem, mert édesanyám főzött. Tehát ő minden táborban ott volt, és főzött, és tevékenykedett. Tehát ez egy természetes dolog volt, hogy akkor én is megyek a Jubi táborba. Tehát erre emlékszem, és utána emlékszem a különböző nyári táborokra, meg a cserkész foglalkozásokra, meg ilyesmi. Tehát nekem jó élményeim vannak. Évekig Friedrich Mária néni volt a csapatparancsnok. Ő egyben az én öcsém keresztanyja, nekem pedig bérmamám volt. És utána évekig pedig Mészáros Andi volt, Vareska Andi, ugye lánykori nevén, ő volt a parancsnok, és azok is nagyon-nagyon szép évek voltak. Most kezdtünk már nevekbe belemenni, akkor folytassuk a neveket. Őrsödből tudsz esetleg mondani, említeni neveket, akik esetleg még a Cserkész Rádió hallgatói még ma is esetleg... Hát nem hiszem, hogy hallgatják, csengenek. Sajnos nem hiszem, hogy hallgatják a rádiót. Pőce Katival voltam egy őrsbe, Szabó Kati, Takács Henivel nem, de jóba voltunk. Tehát ott volt két őrs, ami korban nagyon közel volt egymáshoz. Fiola Éva, Simonyi Szindi, ugye Simonyi Viktor már lánya, vele voltunk jóba. Dörner lányokra emlékszem még. De ezek közül igazán senki nem tartja már a kapcsolatot. Nem aktív. Nem. Na most akkoriban még volt East Side, West Side, a West Side-iakkal is voltatok kapcsolatban? Ott is annyira valami? Nem. Csak nekem azért volt, mert az édesanyám hordott minket a nyugat oldalra magyar iskolába. Uh-huh. És, az Ödönbához. Hát, akkor még Pap Gábor.
Nem, Pap Gábor a keleti oldalon volt, uh-huh. és az kezdett egy kicsit kihalni, és akkor valamiért az édesanyám úgy döntött, hogy megyünk a nyugati oldalra, és akkor a Zalaékkal felváltva vittek minket, uh-huh. meg néha Vareska Gabival jártunk. És az egy nagyon nagy áldozat volt, mert akkor még a 90-esek, nem tudom, nem volt teljesen így összekötve az autópálya mindennel, és hosszú volt az az út, és nagy áldozat volt. Hát Lindhurst ma is egy ilyen 35 perc 40 perc autópályán. Autópályán, igen, messze volt. És az Zalaék még kijebb laktak, ugye? Szóval akkor elkezdtünk oda járni, így kerültem szorosabb kapcsolatba a veszti cserkészekkel, majd Regős lettem. Regős. Igen. De te nem voltál az első generációban, te annál nem. Jóval fiatalabb voltál. Fiatalabb voltam, na, igen. Akkor te melyik években vagy melyik nagy szereplés években lehettél te akkor Regős? Vagy emlékszel-e? Gondolom az elsőn még nem voltatok az Nem, az a 78-as volt. 78-as volt. Uh-huh. De a 83-asban már voltam. Akkor már szerepeltem. A 78-asban sminkes voltam. A két Friedrich lányjal. Arra emlékszem, hogy bevontak minket sminkelni. Igen. Az egy jó buli lehetett. Igen. Na most mondtad, hogy nem volt nagyon hosszú cserkészkarriered, ővé, segédtiszti. Igen. Ősvető korodról emlékszel valamire? Ősi tagjaidra? Bai Cecília, Szappanos Anikó. A Szappanos. Igen. És akkor jött a egyetem, és igen. akkor ott már nem vettél annyira, gondolom, a cserkészetben. Nem, és 85-ben Pestre mentem az amerikai nagykövetségre dolgozni. És uh-huh. akkor az a nyár már kiesett. És akkor 85 végén befejeztem az egyetemet, 86-ba lediplomáztam, és akkor elköltöztem Washingtonba. És akkor az egyetemet az itt csináltad a Junkerolon, mm, és igen. milyen szakot végeztél? Német szakos, de ez mindig egy kicsit így nem nevetve mondom, mert... De ez miért érdekes? Ott kellett megtanulod németül, vagy ez már családból hoztam? Nem, hoztam egy kicsit családból, mert a nagyszüleim, az anyai nagyszüleim és az édesanyám azok németül beszéltek egymással, amikor nem akarták, hogy valamit megértsünk, de azért megértettük meg. Ott nagyon sok német magazin volt, meg könyv, és meg német műsorokat hallgattak a rádióba, tehát valahogy így ránk ragadt. Sokkal könnyebben ragadt a nyelv. Igen, könnyebben ment, igen. Na most akkoriban, ha jól tudom én, itten Clevelandban a egyetemeken úgy azért etnikai csoportok alapján úgy, barátkoztak a egyetemisták. Volt a Junkerolon valamilyen magyar... Voltak magyarok, Kertesi Szilvia járt oda, Szent Király Zsolt, Pőce Kati is oda járt, Harmat Ákos, ők az én korosztályom, Szilvia talán egy évvel idősebb. És akkor a ti generációtok indította el a Junkerolon, ott a Bocskai Rádiót is? Ne. Nem? Ne. Azt, én nem is tudom, hogy azt egy Andy Toth, vagy Tóth András nevű fiú keresett engem meg, vagy én ismertem őt valaki máson keresztül az egyetemen, és ő mondta, hogy hát van egy magyar műsor, és hogy tudnék-e neki segíteni, mert hogy ő mindent csinál. És csak ő nem beszélt magyarul igazán. Csak zenét játszott, ha jól emlékszem. És akkor én elkezdtem csinálni egy ilyen műsort. Neki volt ilyen licenze, meg kellett egy ilyen FCC license, ugye, hogy fel tudjunk lépni a rádióba, és akkor ő csinálta az összes ilyen műszaki dolgot, és én beszéltem. Csak ez a 80-as évek eleje? Nem, ez 84 volt, 84, igen. 84. És akkor 85-ben elmentem Magyarországra, és akkor a Bócsai Szuszi vette át rövid időre. Ő is a Junkerolon volt? Nem, csak... Kívülről? Kívülről, tehát mondta neki, Szuszi, én megyek Pestre 3 hónapra, hogy vállalnád el, és akkor ő vállalta, igen. Na most ott vagy a egyetemen, a Junkerolon, futtatod a rádiót, futkosol mindenféle magyar bakelitlemezekkel, meg gondolom, akkor még úgy működtek. Így van. Ez milyen érzés volt ott, hogy ezzel most fel tudtál így vágni a többiek szemében, hogy te most vagyok valaki, mert én... Ne. Tehát igazán senkit nem érdekel. Már az egyetemen senkit nem érdekelt. Az én ismerőseim azok amerikaiak voltak. Főleg a legtöbb lány olasz származású volt, de igaz, ez ugye akkor is vasárnap délután volt, mindenki csinálta a saját dolgát, én vasárnap délután 2 és 5 között az egyetemen voltam, és
zenét játszottunk, meg verseket olvastam. Szóval az inkább csak a magyar közösség honorálta neked, régen nem lehetett nagyon hallani azt a műsort olyan nagyon messze. Most én nagyon csodálkozom, amikor jövök haza a keleti oldalról, és már itt vagyok a környéken, és még mindig hallom a műsort. Én szerintem régen nem. Oké, okay, szóval az antenna lefedése az nem... Igen, az nem. Azóta nagyon megerősödött. Mert azóta mostantra, most már van internet is, most már, persze, már mindenki persze, a Facebookon igen. nézi a Bocskai Rádiót. Gondolom, remélem sok lájkot fogsz megkapni te is. Szóval JC után akkor jött néhány év, 4-5 év Washington. Öt év Washington. Uh-huh. Hogy emlékszel azokra az évekre? Az nagyon jó, mert én nagyon szerettem volna Washingtonba menni, nagyon szerettem volna, egy időben diplomata szerettem volna lenni, és nagyon, hát a 80-as évek elején, hát nehéz ezt elképzelni talán ma már a fiatalságnak, de az akkori elnök, aki Reagan elnök volt, nagyon sok fiatal számára egy ilyen pozitív benyomás. Így van, és én nagyon szerettem volna részt venni abba az adminisztrációba, meg a kampányba, meg nem tudom, és akkor én megpályáztam ott egy gyakornoki pozíciót, 86. szeptemberébe kerültem oda a Fehérházba, és akkor 3 hónapot dolgoztam. Ezeket az időket mi még gyerekként a másik oldal, a Vasfüggöny másik oldalról néztük. Én emlékszem, mint ilyen gyerekkel néztük a híradót a régen Gorbacsov leszerelési paktumokról, és az mekkora dolog volt, és pizsamában megengedték, hogy ott lehessünk. Szóval ez a régen korszak, ez valóban egy ilyen érdekes történet. Még az írógépek kora, a telefonok kora. Így van, hogy telefonálni kellett, mikor volt valami nagy rendezvény, ahol össze kellett hívni a kelet-európaiakat. Én egy olyan részen dolgoztam, az én főnököm az egy litván-amerikai férfi volt, és ő felelt, úgy hívták, hogy Special Assistant to the President, és ő a Defense and Foreign Policy osztályt vezette, ilyen kommunikációs szempontból, és ő felelt a kelet-európaiakért, és mikor kellett valami rendezvényt szervezni a Fehérházba, akkor leültünk a listákkal, és elkezdtünk telefonálni, hogy hát jövő héten lesz egy rendezvény, és hogy meg van hívva az elnök, szívesen látja őket egy rendezvényen, és akkor mindenki is önköltségen felült a repülőképre, vagy beült a kocsiba, és jöttek Washingtonba, igen. Na most azt, hogy te Washingtonból aztán dobbantottál Magyarországra, igen. De úgy, hogy oda megyek élni, lakni, dolgozni, ez hogyan jött? Ugye abban az időben nagyon sokan költöztek, 91-ben ugye összeomlott minden Kelet-Európába, és nagyon sokan mentek oda dolgozni, és eredetileg 2 évre, de tényleg olyan lehetőségek voltak, hogy a végén aztán a 2 évből 27 év lett. Uh-huh. Sokan mentünk akkor, mondhatom, hogy egy időben több clevelandi vagy külföldi magyar cserkész ismerősöm volt Pesten, mint itt. Tehát a rendszerváltás után az egy lukratív hely is lett? Így van, tehát, és nagyon sokan mondtuk, ezt mai napig is mondom, hiszem és vallom, hogy olyan pozícióba kerültünk ott, amit nehezen tudtunk volna ilyen rövid idő alatt elérni, hogyha itthon maradtunk volna. Tehát akkor nagyon nagy dolog volt az, hogy valaki beszélt magyarul és angolul, és amerikai mentalitással gondolkozott, és hajlandó volt. Neked még a német is? Hát ne erről tessük a németet, nem adnak el, de például mi nagyon sokat dolgoztunk, tehát nem volt hétvége. És akkor a szakterületed, mert azt hiszem azt nem mentünk be a részletbe, és ne is menjünk be a részletbe, de azért említse meg, az a PR, kommunikáció. Így van, tehát én igazán mondom, mikor én Washingtonba kerültem, én csak ott akartam lenni, nekem majdnem mindegy volt, hogy mit csinálok. És akkor ezen az osztályon, ahol voltam a Fehérházban, ott a kommunikációval kezdtem foglalkozni, és ott írni kellett, és röviden, frappánsan, meggyőzően kellett írni belső anyagokat, meg külső anyagokat.
és ez lett a szakmám, ezt én nem tanultam. Jó, azért ne szerénykedjünk ennyire, mert ha jól tudtak, amikor Budapestre kerültél, ott eléggé szépen befutottál, igen. Ügyvezető, igazgató lettél, saját PR céged lettél, szóval olyan szép karriert felépítettél magadnak, ami tényleg egy nagyon tisztelendő. Hogyan már mesélted ezt a magyar-amerikai kettős identitást, igen. és ezt a amerikai, tehát ezt a amerikai filozófiát is, amiben felnőttél, de a cserkészet, vagy az, amit ott tapasztaltál, vagy a kapcsolatrendszer, ez is rá segített? Mert ezt is el akarjuk adni mi a Cserkész Rádió hallgatóidnak. Igen, segített, de megmondom őszintén, hogy valaki másnak a példáját szoktam elmesélni. Pesten nyílt egy mexikói vendéglő, az Arriba Taqueria. Ez egy amerikainak a vendéglője. Olyasmi, mint a Chipotle. És ott dolgozik egy Kálmán Tibor nevű kaliforniai magyar cserkész fiú. És egyszer a főnökkel beszéltem az amerikaival, aki ez a lánc ott Pesten, és mondtam neki, hogy ismerem Kálmán Tibort, és kérdezte, hogy honnan, mondom, hát a cserkészetből, és azt mondta nekem, hogy hát én nem tudom, hogy ti mit csináltok a cserkészeten, de hogy én biztos, hogy a Kálmán Tiborral szeretnék lenni egy gödörbe, amikor a bombák hullanak meg, mert Tibor fogja tudni, hogy mit kell csinálni. Tehát, hogy nincs olyan probléma, amit Tibor nem tudna megoldani magyarul. És ez az amerikai mondta nekem, hogy ez biztos a cserkészetnek köszönhető. És oké, biztos a cserkészetnek köszönhető. Tény és való, hogy sokat segítettünk egymásnak, cserkészek, akik Pesten voltunk, bátran ajánlottuk egymást munkára, állásokra, ilyesmi, még ismeretlenül is. Mert ha valaki azt mondta, hogy hát itt van egy cserkész Buenos Airesből, és szüksége lenne erre vagy arra, nekem nem kellett őt ismerni ahhoz, hogy ajánljam. Tudod? Tehát, igen. hogy tudtam, hogy meg fogja állni a helyét. Ezt én is alátámasztom, én saját tapasztalatomból. Igen, is, és ez így van. Egyik dolog a cserkészben megtanuljuk a talpra esettséget, és a másik pedig ez a networking, ez a bízhatsz. És hogy minden földrészen szinte fel lehet találni magad, mert valakit ismersz, aki segíteni fog. Te benne voltál ezekben, ez még a rendszerváltás előtt voltak, ezek a Kölői Gyurka féle segédtiszti körutak? Nem. Ott a Nyugat-Németországban. Nem. Na most Magyarországon bekapcsoltatok a cserkészetbe? Én nem annyira, tehát Ádám atyával én tartottam a kapcsolatot. Ő engem bevont a Jezsuita Társaság alapítványba, ott tevékenykedtem éveken keresztül. Én személyesen nem, tehát elmentem tiszti táborba. Ez volt 92-ben? Igen, 92-ben Gödöllőn elmentem táborba, és ez igazán egy nagyon érdekes történet volt, mert ez nem nekem lett kitalálva, hanem a kárpát-medencei magyaroknak, és akkor én felhívtam Bodnár Gábort, és mondtam neki, hogy hát én itt élek, és hogy nem mehetnék el erre a tiszti táborra, és akkor mondta, hogy hát ez igazán, Julika, ez igazán nem neked szól, de ha már ott vagy, akkor... De akkor mondjuk el ezzel 92, és ugyanilyen gödöllői táborot 91-ben is, ha jól tudom. Lehet. Mert az előtte lévő 91-ben, meg 89-ben még Németországba képeztek ki a magyarországiakat, igen. szóval ez a része volt annak a Bodnár Gábor hozza vissza a így Magyarországra van. A lángot. Igen, igen. Milyen tapasztalat volt ez? Nagyon érdekes volt, mert ugye a KMCS-nek a grémiumja jött, ezeket a táborokat levezetni, a Bodnár, a Herédiék, a Németiék, ugye akkor még ezek mind éltek, ugye Herédi Pista bácsi, meg a Németi Gyurka, tehát meg a sajnos ez a Piller. A Tircka Éva, Szampalóból. Igen, őt ott ismertem meg, tehát nagyon-nagyon jó társaság volt. Érdekes volt számomra a tábor, És akkor oda összehozták a magyarországi, felvidéki, kárpátaljai. Igen, mindenhonnan érdekes volt. Idősebbek voltak. Tehát a jelöltek? Igen, sok volt a tanár, így van. És megmondom őszintén, vallásosabb volt sokkal. Tehát, hogy sokkal vallásosabb volt, mint ahogy mi csináljuk itthon a cserkészetet. Tehát ott munka közben ők nem népdaloztak, vagy nem tudom, mikor gödröt ástak,
nem tudom mi, hanem egyházi dalokat, és ez nekem egy kicsit furcsa volt, mert gondoltam, hogy egy kicsit, nem tudom, tehát más volt akkor a hozzáállás. Hát én ehhez a másik oldalról tudok hozzászólni, a népdal az nem volt nekünk annyira fontos. És a Bodár Gábori gócokat kerestek, közösségeket, és azok a plébániákon, egyházaknál voltak, szóval valószínűleg azért jöttek inkább ezekből a körökből emberek. No, de akkor folytassuk a magyarországi vonalat. Magyarországon töltöttél több mint 25 évet, 27-et, és ott család, gyereknevelés. Igen. Mennyire volt más ottan gyereket nevelni? Tehát, mint Amerikában nőttél föl, és más világban kell neked gyereket nevelni. Hát ugye ott fordítva kellett csinálni. Tehát én a lányommal angolul beszéltem otthon, és angol nyelvű óvodába küldtem, meg bölcsibe, hogy tanuljon meg rendesen angolul. És ez működött is éveken keresztül, amíg kicsi volt. Egész addig, amíg nem ment el az iskolába, mert akkor magyar iskolába küldtük Szentendrén, és akkor ugye ő egész nap magyarul beszélt. Akkor hazajött, és leckét kellett írni. És akkor nehéz volt követelni tőle azt, hogy a tanulás alatt magyarul beszélünk, de utána angolul. És ezt én próbáltam csinálni, de észrevettem, hogy nyáron így feltöltődött, ugye, mert jöttünk haza Clevelandbe, beirattam nyári táborokba, ilyen napközi táborba, a Hawken iskolába, a keleti oldalon, és akkor 6 hétig járt ilyen nyári táborba, feltöltődött, és akkor egy kicsit, ahogy visszamentünk, és szeptemberben kezdődött az iskola, mint egy ilyen lufi, úgy kezdett belőle megint kijönni az angol. De valahogy így mégis, tehát ő gyönyörű. Kialakult az amerikai identitás is. Kialakult, és mi egymás közt angolul levelezgetünk, meg e-mailezünk, meg SMS-ezünk, meg ilyesmi, az megmaradt. Magyarul beszélünk egymással, de van mikor, tehát ő is így átesik a ló másik oldalára, hogyha ő munkahelyén van, és ugye ő is most már egész nap angolul beszél, tehát van mikor felhív, és akkor tényleg ilyen 15-20 percig angolul beszélünk, mert így hozta ez, valahogy. Ez egy nagyon érdekes sztori. Nagyon érdekes sztori, és a Clevelandiak mindezt ismerik, ez pontosan a negatív volt. A fordított, a tükörkép azt, amit mi itt élünk, clevelandi magyar családok. Cserkészkedtetek is Magyarországon? Igen, ő Szentendrén a Szent Anna nevű cserkész csapatba járt, az egy vegyes csapat, nagyon nagy csapat, az évről évre duplázódott. Talán 2 vagy 3 évet járt oda, pont a Jubi tábor ideje alatt, a 2015-ös Jubi tábor ideje alatt ő ott még cserkész volt, és nagyon szerette, tehát, hogy az iskolából is járt. De azért vannak különbségek a magyarországi cserkészet. Vannak különbségek, igen, nekem volt furcsa. Igen, hogy például jártak nyári táborba, nagyon vagány táborok voltak, tehát tényleg sütöttek, főztek a vadonba, tehát nagyon nem volt ilyen összkomfortos, igen, tehát saját latrinájukat ásták ki, meg ilyesmi, tehát nagyon-nagyon vagány volt. Mondhatom, hogy abban a fiatal korban ő már majd, hogy nem egy Gilbeli táboron vett részt, hogy mindent ők csináltak, de nekem az volt a furcsa, hogy keretmese. Jött, hogy mondta, hogy mi a keretmese. Mondom, mi a keretmese? Azt mondja, hát a Harry Potter. Ó, mondom, nagyon jó, mert én nem olvastam, és ő sem. Nem láttam egyik filmet sem, ő sem. Hát ott találgattuk, hogy mit kell majd vinni magával. A következő évben azt hiszem a Star Wars volt a keretmese, vagy valami ilyesmi, tehát teljesen ki voltam akadva. És mondtam neki, hogy hát ez nekem milyen furcsa, mert mi a magyar történelemből válogatjuk össze a keretmeséket, és ő mondta, hogy hát ez milyen hülyeség, mert ezt ők úgyis tanulják, és hogy ők mindent tudnak, és stb. Stb. De bizony, mikor ő részt vett a 2015-ös Jubi táboron Fillmore-ba, utána mondta nekem, hogy milyen ez igazam volt. Ez a Rákóczi is volt, és szeptemberre kezdődött az iskola, és pont azt a korszakot tanulták, és mondta, hogy hát ült a padba, és a csatakiáltások mentek a fejébe végig, és valahogy neki, tehát valahogy életre kelt az az egész korszak, de nem a tanárnő miatt, hanem hogy eszébe jutott a Jubi tábor, és hogy az milyen jó volt, és
szóval ilyen nagy siker volt. Szóval akkor a magyarországi cserkészet és a itteni cserkészetben sok a közös, de azért van sok. Igen. Fontos, hogy van Magyarországon, én remélem, hogy sokáig lesz, és hogy igen. Van ez a trend, hogy akik visszamennek, nem találják meg a cserkészetben ugyanazt, amiben itt nőttek fel? Nem, ez így van. És voltak neked akkor ottan nagyobb ilyen amerikai-magyar kolónia? Tehát összejöttetek háladáskor Budapesten valakinél? Igen. Hogyan működött? Hát a háladás az nálam volt általában. Tehát volt ott a Szekeres család, Szekeres Zsolt, Szekeres Szabolcs, Avakumovics Katica, ő kaliforniai magyar cserkész. A Szekereséket én még Washingtonból ismertem a 80-as évekből. Ők ugye a HHRF-nek alaptagjai, meg alapítói. Ott szilvesztereztünk, meg... Tehát nagyon sok ilyen közös programunk volt. Én a Katicával mai napig együtt dolgozom a Graphisoft-ban, tehát még ilyen kötődések is vannak. Tehát igen, volt ott egy nagyon erős közösség. Mondhatom, hogy a baráti köröm az 99,9%-ban KMCS volt. Mm-hmm. Igen. Szóval lehet amerikai igen. identitás is megtartani Budapesten. Persze, igen. Aztán mégiscsak visszajöttél, ez nem régiben volt, néhány éve. 18-ban, igen. 18-ban. Mi hozott vissza? Hát egyrészt ugye a szüleim miatt jöttem, ők már idősebbek, az az egyik. A másik, hogy a lányomat felvették, ösztöndíjjal egy egyetemre, amerikai egyetemre, amit már el is végzett, és akkor gondoltam, hogy hát itt kéne lenni, igen. Ez egy nagyon jó példakép vagytok, hogy lehet itt is, ott is lehet otthon lenni, ott is lehet otthon lenni, és a kettő együtt meg lehet találni a balanszot. Igen, de nem, ez nem... Nem ideális. Nem, csak nem tudom, tehát csak ezt ismerem. És most már a lányom is csak ezt ismeri, hogy ő látja az előnyeit annak, hogy ő itt él, látja az előnyét annak, hogy itt járt egyetemre, de azért hazavágyik. Tehát ő most májusban hazamegy egy pár hétre, mert nem volt egy éve, és neki hiányzik. Szóval a 2015-ös jubiban az egy nagy lépés volt, mert ott egy nagyon, egy óriási masszív média jelenlétet hozhatok be. Igen. Erre hogyan emlékszel vissza? Ez fantasztikus volt, mert igazán akkor beindult nagyon a Facebooktól kezdve minden, illetve szerencsénk volt, hogy Molnár Zsolt a Bocskai Rádió részéről vállalta, hogy ő csinál ott egy stúdiót a Jubi táborba, ezt fel is építette. Volt napi két rádióadásunk, meg videóztunk. Pignicki Réka vezette az egész a videó oldalát, ugye Zsolt csinálta a rádiót, Réka csinálta a tévét, a Cserkész tévét, az igazán akkor indult, hogy voltak ezek az adások, és hihetetlen mennyiségű anyag gyűlt össze 10 nap alatt, szóval hihetetlen. És nem fogunk belemenni a számokba, de hát azért lehet a számokkal lehetne legjobban lemérni, de van ennek egy kézzelfogható, megfogható eredménye, hogy tényleg ez a média jelenlét, hogy aztán ez való kapott egy jó visszhangot, a PR, a cserkészetben, hogy ti behoztátok ezt. Igen. Egy magasabb szintre emelt aztán? Nagyon fontos volt, mert a szülők tényleg minden nap várták a Facebookon, hogy feltöltsük az újabb fényképeket, meg a videókat, és írtak nekünk, hogy milyen fantasztikus, és sokan írtak, hogy sajnálják, hogy nincsenek ott, és hogy legközelebb mennek, és tehát tényleg toborzás szempontjából én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lépést tettünk. A szülők is látták, hogy a gyerekek milyen jól érzik magukat, milyen színes programok vannak a Jubi táborba, és ezt percről percre lehetett követni. Egy új generáció jön most, akiket már nem a szüreti mulatságokon kell toborozni, meg a templomoknál, hanem az online térben kell nekünk jelen lenni. Szóval hogyan érzed te, hogyan látod azt, hogy miért tartod fontosnak, hogy a cserkészeten belül ez a PR munka meglegyen? Hát egyrészt, hogy a szülők lássák, hogy mi folyik,
a kirándulásokon és a táborokban és a szavaló versenyeken, meg ilyesmi. És hogy azért legyen nyoma, ugye, amit a Bocskai Rádió is csinál, hogy az interjúkat készíti, meg ott van minden rendezvényen, hogy ez igazán nem nekünk készül, hanem az unokáinknak készül, meg a dédunokáinknak készül. És hogy legyen nyoma annak, hogy itt volt, és remélem még sokáig lesz egy magyar közösség. És szerintem fontos, hogy a világ tudjon erről, vagy hát a szélesebb magyar közösség Clevelandbe tudjon erről. Említetted az interjúkat, egy időben te is csináltál néhány interjút a nagy öregekkel, a nagyokkal. Igen. Hogyan emlékszel ezekre az interjúkra? Érdekes volt, mert próbáltam mindegyikre készülni úgy, hogy beszéltem emberekkel, akik ismerték azt a szemét. Például, mikor Falk Viktor bával készítettem, én beszéltem a fiúkkal, akik az ő csapatában nőttek fel a 70-es években, és mindenkinek nagyon szép élménye volt, és akkor ezekre én rá tudtam kérdezni, hogy ebbe a táborban mi történt, milyen volt a sárga busz, milyen volt ehhez meg az. Tehát élmény volt a készülődés is. Igen. A clevelandi és amerikai magyarságnak, meg a cserkészetnek van jövője, nincs jövője, múltja van, hogy látod? Hát én bízom benne, hogy van jövője. Úgy gondolom, hogy biztos vannak olyan városok, vagy olyan földrészek, ahol... Tehát ez egy kicsit ilyen változó, ugye? Én nem gondoltam volna soha, hogy Seattle, Washingtonban lesz cserkész csapat. És most van. Nem gondoltam volna, hogy Sarasota, Floridában lesz cserkész csapat, vagy Angliába, vagy nem tudom... Hollandiában vannak megint talán. Tehát ez számomra nagyon érdekes, hogy ahova vándorol magyar, és igényt tart arra, hogy legyen egy magyar közösség, ott előbb-utóbb születik egy cserkész csapat. És ez jó. És ez a túlélési ösztön. Túlélési ösztön egyrészt, és egyszer Szabolcs Levente mondta, hogy ugye Clevelandben régen nagyon sok ilyen klub volt, meg társaság, mit tudom, ilyen sakklub, meg bélyeggyűjtőklub, meg nem tudom mi, és látod, gyakorlatilag csak mi maradtunk, mert a jövő az mindig az ifjúságé és a fiatalságé. És a cserkészet egy olyan mozgalom, ami nem csak a gyerekeké, ott indul, de nincs ez a aging out, ugye? Tehát, hogy ott van édesanyám, aki 87 évesen. És még mindig gyúrja a lángos tésztát. Gyúrja a lángost, és megjelenik egyenruhába, és szóval igen, tehát a cserkészet az összetartó erő, én úgy gondolom, az a magyarságnak a jövője külföldön. Tehát én mindig mondom, hogy ha nem lett volna külföldi magyar cserkészszövetség, nem lenne külföldön magyarság. Mert nincs még egy olyan szervezet, aminek ilyen összetartó ereje lenne. Én azt hiszem, hogy ezt hagyhatjuk végszónak is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm. Kedves hallgatóink, most pedig folytatjuk adásunkat a cserkészeket érintő hirdetésekkel. Nagyszombaton, április 8-án hagyományos tojáskeresés lesz a kis cserkészeinknek. Az Ohio Erie Canal Metro Parkban. Szeretettel várjuk kis cserkészeinket és más magyarul beszélő kisgyereket is reggel 10 órára. Ha valakinek kérdése van ezzel vagy más cserkész programmal kapcsolatban, forduljon bizalommal a parancsnokokhoz vagy bármelyik kis cserkész vezetőhöz. Húsvét hétfőn, április 10-én pedig locsolkodás lesz a cserkészházban, a magyar iskola időpontjában. Ez is egy hagyományos és hangulatos program lesz, ne hagyjuk ki idén sem. Előzetesként megemlítjük, hogy az idei cserkészbál 2023. április 29-én lesz megtartva, a hagyományos programokkal, elsőbálózókkal, palotás tánc bemutatóval és egyéb meglepetéssel. Érdeklődni a cserkész barátok körénél, Szent Királypálnál vagy a cbk.org honlapon lehet.
Kérjük, jelezzék be a naptárjukba április 29 cserkészbál. Részleteket a közelgő eseményekről a clevelandcserkész.org honlapon, vagy közvetlenül a csapatparancsnokoktól, Slattery Krisztától és Szigeti Mátyástól kaphatnak az érdeklődők. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorunkba. Kérünk mindenkit, ha tetszett ez az adásunk, akkor egy lájkkal jelezze és ossza meg ismerőseivel és barátaival is. Szeretettel várjuk jövő hónap első vasárnapján. Tartsanak velünk akkor is. Búcsúzik önöktől Gyermán Mónika. Jó munkát!